nagyon bízom benne, hogy a program végén, majd délután úgy fogtok távozni, hogy nagyon-nagyon klassz élményekben lesz részletek. Egy biztos, hogy a bal parton egy olyan pontot találtam, ahol ennyien viszonylag kényelmesen ki tudunk kötni és kiszállni. Apropó, tényleg a fontos kérdés, mindenki tud úszni? Nem is látom, hogy mennyire nagy hullámok vannak kint. Úgyhogy sajnos a kenozásról le kell mondanunk. Nem tudtunk sajnos kenura szállni, mert óriási szél van és méteres hullámok. Az idejutás az egy vadvízi túrának is beillett tulajdonképpen, de most, hogy ideértünk, itt az erdő nyugodt, szép. Csak hát tényleg, hogyha megnézzük az aljnövényzetet, akkor nagyon sok szemét van benne. Elkeserítő látvány fogadott minket itt a parton. Rengeteg a PET palack, az üveg, az egyéb kommunális hulladék. Hát elképesztő, hogy az emberek mire nem képesek. Aki ezt környezettudatosan összehajtogatja, és valószínűleg lerakóból ide kerül a Tiszára. Ami egy kicsit aggodalomra. Próbáljuk egy picit szebbé tenni a környezetet, hogy újra élhetőbb legyen. Szuper csapattal érkeztünk ide, ilyen szolemizó csapata és a petkalózók vannak velünk, és rengeteg szemetet szedünk össze percről percre. Közösen szenvedni egy kicsit az talán a legjobb csapatépítés. De hál' Isten szép az idő, és úgy érzem, mindenki jól érzi magát, és nagyon szép a Tisza. Szerintem gyönyörű látvány, ilyen sincs még egy a világon. Biztos tudjátok, hogy pillepalackokon úszik, és közösségi adománygyűjtésből épült, ő a Petényi. Megérkeztünk a válogatóhoz, kíváncsi vagyok, hogy mennyi szemetet gyűjtöttünk. Nem olyan sok időt tudtunk kint tölteni, de ahhoz képest nagyon szép ez a több mint 100 zsák összegyűjtött szemét. És az meg, hogy ilyen gyorsan le tudtuk válogatni, közel 60 zsákot, az meg pláne. És úgy láttam, hogy a végére már abszolút profi nyújt mindenki, már nem az a sörnyezet, hogy melyik zsákba, hova dobja. Reméljük, hogy egy kicsit a szívetekbe zártátok a Tisza tavat is, és majd visszatértek ide, a gyönyörű tiszta környezetet is megtapasztaljátok újra. És egy oklevéllel pedig szeretnénk megköszönni nektek. Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk. Szerintem mindannyiunk nevében beszéltük, hogy egy egyedülálló, felejthetetlen élménnyel lettünk most mindannyian gazdagabbak.